teszi majd az aranyat, hanem tisztán, azt meg ugye nem akarja. És na, nagyon jó, hogy ebbe az irányba mentünk, mert ezek tiszta boomerek ezzel az aranyat. Tehát ez öregek, csupa öreg dolgozik egy jegybankban, a kínai jegybankban is, meg a svájci jegybankban is, és a Friderikusz meg később lesz róla, hogy mindenkit a megberögződések mozgatnak, mert könyörgöm, mi lesz, amikor rájönnek ezek, és szerintem nagyon nézik, hogy ki lesz az első jegybank, amelyik mit vesz arany helyett? Bitcoin. Mert ugye a Bitcoin minden tudom, az arany csak jobban. És nagyon figyelik, hogy úristen, a svájci jegybank egyszer csak bejelenti. Tehát mondjuk el, hogy mire gondolsz itt, arra a tulajdonságra gondolsz a Bitcoinnak, amit én az előbb az aranyról mondtam, hogy véges. Az amerikaiak például nem tudnak lekapcsolni róla. Két nagyon erős tulajdonság. Tehát most, ha néhány fejlődő országnak fontos az, hogy az amerikaiakkal ne legyen konfliktusban, vagy a konfliktus esetén esetleg őt amerikai kormányát tudja szankcionálni, annak a Bitcoin is potenciálisan jó. Azért ott is felmerül, hogy a Bitcoin azért elég kicsi. Tehát tehát hogyha ugyanez a probléma a Bitcoinnal is egyébként a kínaiak számára. Amint az első jegybank bejelenti, hogy mi vettünk 1000 bitcoint, 10.000 bitcoint, akkor a Bitcoin árfolyam az 1 millió dollár lesz. A nicaraguai jegybank veszi, akkor azért még ha nicaraguai jegybank veszi, akkor nem biztos, hogy beindul. Igen, ez igaz. Vagy a svájci jegybank. Svájci egyébként bejelenti, hogy gyerekek, elegünk van az aranyból, amit talicskázni kell, mostantól bitcoinban utazunk. Na, onnantól kezdve 1 millió dollár a bitcoin, tehát szerintem két hónapon belül. De nem, ez biztos. Nem 1 millió dollár. A biztos. Hát ez biztos. Volt, Balázs, egy market veterán mondja neked. Na hát a Szabó Balázs próbál még ellenállni a Bitcoin árfolyam elemzésének, és ajánlom, hogy nézzétek meg ezt a podcastet, ez most került ki a Old After Hours blogjában. És itt Szabó Balázs többször elhangzott a műsorban, hangoztatta, hogy a Bitcoinnak nincs Excel formátuma, ez nem lehet elemezni Excelben, nincsenek rá modellek. És igazából ez nem igaz, tehát pontosan van rá modell, akár a stock to flow modell, akár most az újonnan a power law modell, amit még megmondom őszintén nekem is teljesen új, de szóval egészen jól lehet elemezni, mivel egy teljesen tiszta eszköz. Tehát itt pontosan tudjuk, hogy mennyi a készlet, azt is pontosan tudjuk, hogy mennyi az infláció. Még ugye arany esetében az attól függ, hogy mennyi aranyat bányásznak ki évente, ami nagyságrendek 1-2% között van. Jelenleg a Bitcoin inflációja 1,4% mondjuk, de ez a 10 nap múlva esedékes feleződéssel gyakorlatilag már a Bitcoin inflációja évente 0,7%-ra esik. Úgyhogy ritkább lesz az aranynál, képzeljétek el. Úgyhogy én nem csodálkoznék rajta, hogyha már most is vásárolnának a jegybankok bitcoint titokban, strómanokon keresztül. És úgy, ahogy Zsolt is mondta, amint az első puska eldördül a jegybankok részéről, onnantól számítva gyakorlatilag egy egészen más piac veszi kezdetét, de még mielőtt ez megtörténik, megtörtént az, amire már igazából 2-3 éve vár a piac, mégpedig az, hogy végre Amerikában is tőzsdén lehessen kereskedni a bitcoinokat, ETF-eken keresztül. Nem ajánlom, hogy első körben bitcoinba, ETF-ekben fektess be, mert simán meg tudod te is venni magadnak a bitcoint, és ez nem kellene ETF-ek, de viszont nagyon sok alapkezelő cég, vállalkozás, na, sokkal egyszerűbb volt a már megszokott utakon, megszokott brókereken keresztül így megvásárolni a bitcoint, és egy nagyon komoly aranyláz, egy gold rush vette kezdetét, ami Michael Saylor szerint 10 évig fog nagyjából tartani. Onnantól 2035 után a bitcoinnak már csak a durván 1%-a kerül forgalomba a következő 100 évben, úgyhogy igazából beáll a bitcoinnak a végleges készlete. Még most egy kicsit bővül, 0,7%-kal fog bővülni évente a következő 4 évben, utána pedig az is fog feleződni 0,35-re. És hogy honnan tudjuk ezt pontosan? Hát onnan, hogy a Bitcoinban ez konkrétan le van írva, ezek alapján, törvények alapján, függvények alapján és programnyelv alapján fog így működni, amit senki nem tud megváltoztatni, és ezek igazából a matematika által védett törvényszerűségek, illetve számításokon alapuló inflációt fogja követni. Úgyhogy igen, Balázs, tehát igazából itt ezt be kéne látni azt, hogy most vagy számolunk ugye régi részvényekkel, úgy mondom régi, tehát a 10 évvel ezelőtti hozamokkal, de akkor viszont a Bitcoin mindent tönkre ver. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a Bitcoin egy fiatal eszközosztály, rendben van, de kb. Akkor indult, mint amikor a Google is, a Facebook is,
vagy különböző olyan tekóriások, akiket most ugye dicsőítenek, akkor miért is nem vesszük figyelembe a 10 éves hozamokat? Vagy hogyha azt mondjuk, hogy ez túl elrugaszkodott, mert igazából én is kiszámoltam, tehát az árfolyam százszorozott azóta, százszor több pénzed van, hogyha hetente egy kis összeget is vásároltál 2014 óta, és csak 2014-ről beszélünk, akkor mondjuk, hogyha ez túl elrugaszkodott, nézzük meg az elmúlt 5 évet, vagy 2 évet, teljesen mindegy igazából, mert a bitcoin hozamban igazából mindenkit tönkrever, és emiatt vadultak meg a piacok Amerikában is. És amikor már nagy lesz a baj, amikor már tényleg valamilyen kemény eszköz, hard assetet kell beraktározniuk a jegybankoknak, hogy biztosítsák az értékállóságát annak a pénznek, amit igazából ők nyomtatnak, amit el fognak inflálni, akkor elkezdik keresni azokat a menekülési lehetőségeket, ami most jelenleg például az aranyezüst, vagy inkább a bitcoin, mert ugye az digitális, azonnali, ellenőrizhető, és nem elhazudható, és 100%-ban biztonságos. A matematika védi. Ha csak nem követsz el hibát, akkor ezt nem tudják tőled elvenni. Úgyhogy ez jó kérdés, hogy Zsolt eszmefutatására mikor fogja mondjuk a Holdblog is bele, vagy a Hold alapkezelő is beadni a derekát, és mondjuk nyíltan a bitcoin mellé állni. Most igazából csak így a blogban szerepel a téma, Zsolt többször felveti, aztán utána nagyon csendes hullámokon így Balázs megpróbálja mindig altatni, de szerintem ez nem lesz sokáig így, nem tudják sokáig altatni, mert olyan hozamokat produkál a bitcoin hosszú távon, tehát nem rövid távon, ez nem egy meme coin, hogy megveszed és akár 2 nap múlva már a 10-szeresét éri a pénzed, attól tényleg ott tőzsdézni kell és ezekben az őrültségekben részt venni, a bitcoin hosszú távon megtakarítás. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes téma. Szerintetek?